a legkörzdebb játékok, amiket a Steamen találhatsz. Mi találtunk egyet. Na, yes. most kezdjük, a... itt van. YouTube 2012, igen, szóval. De nem, ez egy tavalyi játék. A történet eleje annyi, hogy Nanit rávettem arra, hogy megvegye a Forestet, viszont amikor ő rákeresett valami egészen más talált. Van ez a békás játék, ez a Forest. Azzal rossz Forestet töltöttem le. Amikor a rossz Forest. Szóval igen, meg akartam betetni Nanival a Forestet, és ő ezt találta, úgyhogy ez lesz. De az jobban megy. Félre ment a... Erre költette minden pénzt, úgyhogy most ez van, ezzel kell beírni. Viszont minden adott volt, hogy köznek lehessen nevezni. Például a YouTube Studio könyvtárnak a zenéi voltak a játékban, főleg Kevin MacLeod szereplésével. Kevin MacLeod mondjuk 2012-ben volt a Prime-jelben, most már csak ilyen ironikusan van, létezik. Ironikusan létezik? Hogy lehet ironikusan létezni? A főszereplő maga egy ilyen béka volt. De ránézett a békára, és azt mondta, hogy gecó, nem? Mindez egy disztópikus világban játszódik, és egy platformjátékról beszélünk. Csak mutatom, hogy kell. Látod? Mutatom, hogy kell elmosni. És ha ez még mind nem lett volna elég. Mi leültünk ezzel játszani hajnali 3-kor. Ha ez a játék nem lett volna elég közdön magában. Pro tipp egyébként, soha ne játszatok ezzel a játékkal hajnali 3-kor. A videó eléggé vaskosra sikeredett, ez azért van, mivel az egészet meg kell tapasztalnatok annak érdekében, hogy tudjátok, mi is ez a játék önmagában. A megtekintés során tökéletesen megfigyelhető lesz az, ahogy mindkettőnk hangját elhagyja az életkedv és az ész. Én ezzel a Forresttel jobban vibe-olok. Hát ez tényleg a te szinten. Te takony, nem akarlak megvenni vagy valami. Ilyenkor, hogy a játék egyedül a lelkemmel. Szóval nézzük is ezt a békás játékot. Jó szórakozást! A lelkedbe bámul a béka. Bár de olyan szépek. Te somsz az két felé néz, mind a kettőnk lelkét nézi. mi ez? Ez az élet vagy a pezó? Mi ez a grafika, gecó? Azt a milyen 60 FPS? Hallod, amúgy kurva jó, mert egy pillanatra tud középre nézni. Gyűjtjük. Ez három darab volt és ötöt ér egy darab. Ennyire azért tudok még matakozni. Menjünk át. Arra nem volt szó, hogy ez horror. De várjál, ezt meg lehet ölni? Strokot kapsz, szegény. Ne. Igen, strokot kapsz, az azt jelenti, amikor... De nézd, még rosszabb a grafikája a lábának, mint a Minecraftban. Ez nehezebb, mint gondolat, jó? Szerintem meg lesz ez 2 óra alatt. Az a 79-en nem jön vissza. Ez olyan nyerd meg az életed. Hát konkrétan. Mármint direkt mondtam a magyar címével, de hogy így... Szóval mindenkinek fájjon, igen? Igen. Totál szíves, tudod? Kus. Totál szívás. Annak szívás, aki úgy nézte végig magyarul. Egyáltalán lesz vége. Nem, ez nyilván örökké tart veled. Hát velem. Hallod? Nem mondjuk el, hogy átvetted. És nem fog feltűnni senkinek. Á, de hogy csak végigviszem a játékot. Kus. Oh. Ah, yes! Zene címet esetleg valaki? A kurva száját! Instant halál. A kurva. Ne rage-eljél, bazd meg. Nem rage-elek. Akkor ez mi a fasz volt? Nem tudom, hallod? Elkezdi csápolni. No pezo, hallod? No pezo. Csöves speedrun. Ez a... Na. Jump boost, ez ilyen speedrun taktik volt, bocsánat. Most eljössz. Soha. Nem mondjuk el, de azért eljössz. Na mikor? Ja, spacer. Nincsen más ilyen... Ó! Oh! Mi? Meg tudom baszni itt a... Kurva szállat! 0,77 euróba fájt nekem. 79. 79? Aha. Volt rajta adó? Nyilván. No! Magyarországon nincsen adó. Szerintem én vagyok adócsaló. Most... Ha még egyszer meghalsz, én jövök. Jó, te vetted meg a játékot, a te pénzedből volt. Ebből nem jössz vissza úgysem anyagilag. Jaj, de ott lő valami... Shrek váladékot. Átugorlak a picsába. No, kösz a jump boostot. Mi történik? Azt a rohadt. Oh. Te milyen speedrun tolsz itt? No, ez gatya. Mondtam. Na jó, akkor te... évek. De látod, megmutatom pálya másik végét, csak hogy tudom, mi vár rád. Ja, jó, köszi. Mi? Triksa tolsz, bazd? Nincs agyam. Csak mutatom, hogy kell. Látod? Mutatom, hogy kell elmosni. Azt nem győztem. Nyilván. Hallod? Itt van még esély, hogy ez... Na, most mehet a no hit run. De... Na, jó van. Még van 1 órán kávé szerintem. Amúgy kaj. Szerintem speedrunoljuk. Kíves. Na szóval ez a játék arról szól, hogy jó a grafika, te egy béka vagy, és a taknyokkal kell megküzdeld, és ilyen veseköveket dobálsz rájuk, hogyha
Ez nagyon rövid, ez nagyon egy egész évadot összefoglaltál. Verd meg a takony szörnyet, én azt mondom. Kevin McLeod adjon erőt neked. Kevin McLeod mondjuk 2012-ben volt a Prime-jában, most már csak ilyen... Most már csak ironikusan van, létezik. Ironikusan létezik? Hogy lehet ironikusan létezni? Tehát így... De a munkássággal, Pali, az biztos jó fej. Meg akarok halni. Nyilván, egy ilyen játék után. Az a játék próbálja visszahozni az életkedved, nézd azt a szivárványt. Milyen gyönyörű az élet. Ray tracing a vizen. Engem az a lyuk a hegyen az jobban vonz, hogy az úgy miért? Mit akar? Biztos van valami Deep Gloria, tehát igen, én igen. Nagyon várom Matpad videóját. Matpad? Az ki? Kus! Matpad! Nem? Matpad. Matpad. A Mousepadnek a videóját nagyon várom. Én mondtam, hogy nem mozog itt. És ha mozogni akarok, akkor mi van? Jó van, Faze Nani. Hát nem látod a hasát a békának? Te sokszor ráfér a mozgás, mondjuk azt. Na, látod? Azt vágod, hogy az egér a sztelibe itt látszódik. Te kurva száját! Mit csinálsz az egeremmel? Kiviszem a képből, mert irritálja mindenkit szerintem. De hogy irritál, senkit nem irritál. Tök aranyos. Itt már ilyen nagy! Hall, vidd onnan az egeret. Le! Remélem leállítottam az összes felvételt, ami létezik. De ez hol az egér most? Hol az egér? Mit csináltál az egeremmel? Hol a harmadik monitorod, hogy nincs itt? Hol az egér? Mit csináltál az egeremmel? Szerintem... Azért elvesztettük. Elrontottad az egeremet. Kösz. Későn kezdtél elfájtolni majd. Hát elfájtottam, hogy az így is. Most ne szépen mehet, már meghalt 3 éve. Hallod, erre megyek, bye bye. Bye bye. Stifol. És hallottad, hogy belagolt egyet a játék? Akkor kurva szállod. Most próbáld lehúzni te játék minőségét azzal, hogy azt mondod, hogy laggol. Tükör sima 60 FPS. Tesomsznak a feje az tiszta homály. Forogjál, forog. De ilyen agresszívan. De most, azaz, figyeld. Tesomsz a homályban él. Kap. Mindjárt leesek. Hallod, most 2008-at roleplayelünk? Vagy mi van? Te is hallottál az új oldalra, a Facebookról? Hát, na, maradok az időben. Na, én szerintem ott hagyom az évőmet a gecibe, a Facebook az új meta. Egyáltalán te voltál időben. A Facebook az új meta. Ne! Milyen foreshadowingot tolsz el itt? Mekkora agy lettem volna egy 2008-ban. Látszik, hogy nörföltek, hogy még csak én kis pisis voltam akkor. Félek. Mi? Mitől félsz? Itt van egy virágos mezőn. Ott egy ház is. Ne, de ez már 3D! Jó, hogy ez neked már sok feldolgozni? Hadd segítsek. Ne. No, csak... Nem az, hogy 3D, csak... De félek, eddig kurva nehéz volt eljutni! Figyelj, mert alul lesz. Esküszöm azok, mint a... A kurva száját! Nem tudom, annak a játéknak a neve. Yes! Ne! Ne! De miért ugrottál rá, mintha az ölébe ugrál? Gyere rám! Jó, akkor te jössz. Na. Mutasd meg, csá. Most jön a gamer. Jöhet is a... Kitapostam neked az ösvényt. Megjött a gamer. Kurva anyád. Mert hogy bocsánatot kérek a nézőközönségtől, hogy ilyen szavakat használom. Figyelj. Kettő, nagyon borotva én. Az én felvételem. Nagyon borotva. Akkor... Nem vagy a békás játék? Nem. Anya, vegyél másikat, ez nem tetszik. Hát, bazeg. Kurva. Fiam, egyszer vettem neked játékot. Sikus ilyen szar. Ez tipik ilyen kibaszott izé, MacMenu Plushoz adják ezt a DVD-s játékot, bazd meg. MacMenu Plushoz? Régebben volt ilyen, nem? Régen ilyen újságárusnál lehetett venni ilyen. Kicsi, emlékszem, voltak ilyen McDonald's-os lemezek is, azokat amint nagyon éltem. Van egy tuti volt. Ez tipik olyan vibe amúgy. Ilyen a drop. Hogy lehet rage-elni egy ilyen játékon? Ez rage neked? Hát nem. Impulzált megijedés. Impulzált megélés a játéknak. Jó. Az összes címem, az azért... Nem, valami nagyon közcímet akarok, ami miatt rákattítanak az emberek egy ilyen kibaszott békás játékra. Hallod, ez mehetett volna a streambe. No joke. Hát. Fú, jó content. Mehet is hajnali fél háromkor a streami. Let's mondom. Go. Nekem azért... Oh! Pro gamer move. Ez igaz? Nem fog menni. HP-m nincs. Kutya! Yes! Calculated, akartam mondani. Hallod? Te most direct speedrunolsz? Igen, nyilván. Kimondtam, hogy izé? Beszorultam a két golyó közé. First time. Kus. Gecó. De ránézel a békára és azt mondod, hogy gecó, nem? Ilyen kis gecó feje van. Felski kérlek. Na utcu neki gecó. Na gecó neki. Ez egy nagyon szomorú játék, ugye? Hát,
Még szomorúbb az, ami történik benne. Azt kivágjuk. Azt kivágjuk. Ezt nem és az lesz a plot twist, hogy tudod, hogy nem vágjuk ki, és áttörjük a negyedik falat. Jaja, belenéz. Vagy kivágjuk, bárjá, és... Le, békát nyomogasd így, hogy izé, felenézze a kamerába. Áttörjük a... Es. Vagy a negyedik falat. Ez az! Belenézett a kamerába. Ezt tudod, mit jelent? Hallotta, MLG, nem kell mozognod azt, hogy leesett. Mert mindjárt te fogsz leesni. Na, hitugrás, nem mered. Neked ez nem megy, te nem vagy elég pro gamer ehhez. Párszor már ment, jó? Nekem ez lesz a gym zeném amúgy. Gym zene? Imagine erre nyomni. Imagine mindent értelék. Ezt most nem tudom, hogy minek vegyem. Tudod, miért ezek a kamerába? Mert nincs zene. Nincs zene? De kajak, mi a tök? No! Hol van Kevin McLeod, amikor leginkább szükség van rá? Kevin! Kecó, elértünk a játék végére. Ki kellett volna vinnünk? Vagy nem is az, szerintem itt a soundtracknak így vége. Szerintem nem számított arra a fejlesztő, hogy valaki ennél tovább játszani fog ezzel. Ez egy utalás? 21 perc, plusz adjunk hozzá még 10-et, tehát itt nagyjából fél 3-4 órára tartunk. Hallod, kezdj el dúdolni, és akkor így izé... Sziasztok, az én nevem Nani, és ez most egy egyszemélyes játék, ahol egyedül fogom végigvinni a játékot, és egyáltalán nem beszél senki a háttérben, ez az OG soundtrack. Na figyeljétek, milyen NLG leszek. Egyáltalán így mondják? Vagy ez megint el kis eldegnék soundtrack. De töld át a negyedik falat. Ez a te hibád volt. Na jó, milyen soundtrack-et dúdoljak akkor? Kajak? Oké, folytassuk. Ismerek is. Valami Jojo, nem tudom. Annyi mém van, biztos ismersz valamit. Na ez erőt ad nekem. Nem tudom. Akkor fordítok én a szerepeket itt valószínűleg. Én vagyok a gamer, te meg itt a bokálos. De nem, az úgy nem vicces. Ez újabb vicces, hogyha... Ja, hogy minden kettőnknek karakter, igen. Ja. Ez a humor forrása a filmeknek is általában, hogy van két szereplő, akik nagyon specifikáltak különböző téreken, legyen az munka vagy szociális élet, és megcserélik az életük, és akkor így képzeld el, hogy mindketten próbálnak alkalmazkodni a másik életéhez, és ez ilyen basically every Disney Channel movie ever. Nagyon fura ízen nélkül amúgy. Na még egyszer. Hogy van még az a csoki? Nem tudom, éhes vagyok, adjál. Ki akarsz fosztani? Nyilván. Ha már itt vagyok, legyen. Addig újraindítjuk. Mi van, hogyha ez a békás játék a valóság? Miért látszódom a tükörbe? Azon kívül, ne ijeszges, hallod? Hajnal van, ne ijeszges. Ezzel kevények. Valami van ott a tükörben, amit nem tudok nagyon kivenni pontosan, hogy ki az. Bogár! Nyilván. Na, menjél, foszt ki a raktáramat, ott a szem. Hol? Középső. De van raguleves is. Azt hiszem. Van ilyen sajtos tallérka is, azt én amit nem is szeretem. Akkor... Ez? Aha, érezd magad otthon, bazé. Mati ilyen, és megvetett velem egy játékot, és még ki is eszik a vagyonom vajtot. Ez kérem művészet. Köszönöm az ilyen répet. Kösz? Nem kérek, köszönöm, nem szeretem. Most elvetem a fülhallgatómat? Hát nincsen semmi, szóval nem maradt el semmiről. Most te képes vagy zene nélkül játszani, vagy akkor a sziópata? Sziasztok! Ja, az nem, de ez nem alatszik. De ezt nem lehet elindítani, úgyhogy alatszodjon. Oké. Okay. Sziasztok! Hallod? Össze lesz vágva, ne köszöngess újra és újra ugyanúgy. Még a végén azt hiszik, hogy scriptet, minden egyes beleesés és hibázás. Elbasztod a szöveget, itt nem az van, hogy ez minden egyes beleesés hibázás, hanem minden egyes bevágás hibázás. Ezt vegyük újra. Még egy ilyen is kereszel rúgva egyébként, az a baj. Már túl sok stigulát húzt. Kevin McLeod az kerizni fog engem, én úgy érzem. A legjobb! Mi? Nem vágod.
Én ezt nem így ismerem. Na gyere, te talkony! Komolyan mondom, ennek a játéknak az értékelése egy külön videót megér. Küzdj meg a démonjaiddal. A takonyja? Aha. Mert egy takony lenne a démonom. Hát milyen alakot ölt egy démon, akkor lenned? Te formád. Kivágom. Nem vágom ki! Most videósról pélek, jó? Videósról? Én vagyok a videós, én vagyok, aki kopogta. I am the danger. Én vagyok, aki vág. Kiváglak. Az anyád 700-át. Legalább ezek a vesekövekkel ki lehetne iktatni. Egy javaslat a készítőnek. A vesekövekkel lehessen már kiütni azok a nagy takongolyókat. Miért nem lehet? Nem, tudom. Na! Elfejtettem, hogy itt van egy... Na figyeld, milyen jó a pályadizájn. Az első takonyször még nem öl meg. Csak szembe jön veled, mint egy szembeforgalom. A második az egy obstacle. Azt konkrétan meg kell ölned, hogy tovább juss. Az elsőt nem kell megölned, anélkül is tovább juthatsz. Őt viszont majdnem egy kötelező. A harmadik, az viszont visszanő. Ez a pokolnak az egyre mélyebb bugyrai? Fokozatosan bevezet a játékmenetbe. És te tanulva játszol. Tanulva játszol, és így szórakozol. Bizony. Van, amit még az Elden Ringnél is jobban csinál az a játék. No. Katya. Szeretnél játszani? Átadnád? Átadom a szót. A stúdiónak átadom a sót. Azt mondom, még mindig itt volt a kurzor. Gratulálok, elrontottad itt az egészet. Most ez lesz az új hiperfixációm, hogy a kurzort fogom keresni. De miért mész el tőlem? Gyere rám! Most hozzám beszélsz, vagy a szörnyhez? Te is rám akarsz jönni? Hogy így most... Jöjj rá! Mi? Miért? Várj, lehitelem magam 0 HP-t. Jöjj rám! Majd ott várok rád! Remix. Fluor Tommy Despacito, kedvenc zeném. Akarok egy kis challenge-et is ebbe a játékba. Az milyen bug volt, hogy nem haltál meg? Ez nem bug, feature. Feature. Tudni kell kihasználni az ilyeneket. De mit csinálsz? Ja, szaladok a halál. Nagyon speedrun, ahogy akartad. Ez a ponton neked akarok spórolni 79 centet, és itt izélsz engem. Hallod? Ha nem hozod be, kifizet. Beglitchelt a hang. De ez mindig beglitchel. Biztos azért, mert valami olyat mondtál, ami nem volt benne a scriptben. Srácok, én azt mondom, hogy az, hogy a Rocket League, Forest, meg így az Elden Ring, mert minden teljesítményt megszereztem, az mind semmisé válik, amint én ezt a játékot végigjátszom. És még csak nem is az én profilomon lesz, hogy így dicsőségfal, vagy valami. Nem. Jön ember profilján, akinek a neve olyan, hogy stroke-ot kapsz. Még senki nem mondott ilyet a Nanira. Nem a... Ha még az lenne a neved. Ja. Yeah. Kábor. Na ez az. Kurva! Te meghalt! Ha nem? Jó, nem. De tudtam, hány HP-ja van. Mi? A kurva! Mit csináltál? Milyen taxot? Nyilván csalajáték. És ez nem sok kritikus, szólt be miatt, viszont én leszek az, aki beszól most. Ezt a játékot lehetetlen végigvinni. Csak úgy, mint a Cupheadnek az tutorial részét. Gondold át az életed. Tényleg, hallod, azzal a játékkal kéne játszanunk, ami az alapján tudsz tovább haladni a játékba, hogy milyen hangszínben így veszi a hangodat. A bankleppin? Hajnali háromkor? Nesze, ez az átadó zene. Na figyeld! Folyanjál mindjárt újjad! Mindjárt vége a zenének, és megint tütütűzhet. Nem azt mondom, hogy pitisz, hanem tütütű. Felejtés, mindkettő. Olyan kiégett feje van a békának, tehát így saját magam... Te somsz, az túl van három házasságon. 8 gyereket etett. És még veseköve is van, baszki. Ez a három felé fizet gyerektartást. Ja. 4 millió forinttal tartozik a Providentnek. Ja. Ami nem mondom, hogy Stockholm-szindrómán kezd lenni ettől a játéktól, de egyre szebbnek érzem a grafikáját, ahogy így haladunk előre. Hipnotizál. Hát ez most már kezdem érteni ez alapján a user review-kat. Mindenki Stockholm-szindrómába szenved ott lent. Hát amúgy, ha megnézted, szerintem már most többet játszottunk a játékkal, mint egy átlag felhasználó. Tehát így mindegyik ilyen egy óránál hamarabb leállt. Ezt mondd a Palinak, aki 60 órán keresztül tolt. Volt olyan is? Szerintem igen.
Ha nem, akkor mi leszünk az? Mire akarsz célozni ezzel? Én az Elden Ringet 168 óra alatt vittem ki. Most megéreztem a kihívást, és azért direkt elrontottam. Van összesen ilyen 167,2 órád arra, hogy végig videójátékot? Let's go! Holnapra meg is lesz. Még holnapra, azt mondod? Hajnali háromkor? Elindítom háromszor. De? Azt mondod nekem, hogy ilyen 24 óra leforgás alatt neked meg lesz az a 167 óra. Aha. De milyen paradoxont készülsz itt kihasználni? Téged. Oké, értem, hogy paradoxon vagyok, és köszönöm szépen, hogy kiemeled, de... De én annyira nem vagyok hasznos. Paradoxon. Tsundere paradoxon. Tsundere paradoxon! Baka! Te takony, nem akarok megölni, vagy valami. Vagy valami. Legjobb pillanatra. Kijöttem a ritmusba. Az, de kurva jól illett ez az élethez, nem tudom. Zseniális. Tényleg mondom, a soundtrack design az kibaszott top tier. Ember azt hinné, hogy a ja, YouTube Studio Kevin MacLeod annyira rossz, annyira basic, a lófasz. Tehát Kevin MacLeod azt tudja, hogy hol kell droppot hagyni. Hát ez az. Kevin MacLeod kereszt a YouTube-ot egy időben, de szerintem még most is lóki. Cundere mi voltam, tudod? Nem akarom ezt megnyerni kiváljuk a játékot, vagy ilyesmi. Nem akarom visszakapni ezt a 79 centet, vagy ilyesmi. Baka? Baka? Abban akartam volna 3 napra kaját venni magamnak. Hát ilyen ekonómia mellett simán. Mi láttam egy olyan TikTokot. Figyelj! Nem, majd mindjárt kifejted. Most elfejtettem. Mi? Elfejtettem, mondjad. Tear the show. Ja, láttam egy olyan TikTokot. Hát tesóm, azt elmondta, hogy konkrétan nem mi vagyunk szegények, csak rossz helyen költjük el a pénzünket. Menjünk egy Tasmániába, ott kurva sokat ér a forint. Majd ott kivisszük kettesben ezt a játékot. Vagy kérünk nézői segítséget. Telefonos segítség, nézői segítség. Megfelezzük a játékot, hogy feléd, te feléd én. Taknyok számát megfelezzük. Enemy number half. És hirtelen eltűnsz. Kicsit tintenek itt a valóságból. Nem tudom, ez a zene élik szerintem a legjobban ehhez a vibe-hoz, ami itt megy. Teljesen jó. Start is shit again. No bitches, no zene, no progress, I guess. Várjam, elő. Jaj, ki se kell lépni! Hallod, így kellett volna, hogy elindítjuk és kilépünk, és akkor várjam. Ne! Ne! Úristen, kicsik. Ez nagyon közt. Let's go! De koncentrálj így. Úristen. Innen is elnézés mindenkitől. Teljesen jó. Hogyan kerüld el az copyrightot? Egy szörnyszer. Megtaláltuk az easter egg-et. Ez a hard mode. Unlockoltuk a hard mode-ot szerintem. Amikor már hozzászoktál a játékhoz, és azt hittem, hogy nem tud újat mutatni, erre meglep újra, tehát esküszöm. Úristen. Mint egy kapcsolat, ami így egy kicsit elhidegül, aztán így hirtelen azt veszed észre, hogy csak egy kis újdonság, egy kis pikantéria kellett, és akkor így már is minden a régi. Pikantéria, ugyanaz a background soundtrack, de csak egy 8-szor egymás után. Úristen. Micsoda remix? Nem. Vadaj. Zene összezavart. Ez fájdalmas. Ez a ponton szerintem ez... Ez a mentális retardáció. Drop! Ez már tényleg hasonlít egy ilyen boss zenéhez amúgy. Már csak a latin szöveg hiányzik. Oké. Ez egyébként a Forest Adventure. Ja. Sziasztok! De szóval köszönöm! Na. Welcome to Forest Adventure. Na, ezt most speedrunom, és utána tiéd a pálya, jó? Jaj, de kedves. Tudtam volna, hogy ez a játék ilyen kúra jó. Hallod?
Ez a spány fog a lelkednek, de szerintem ez egy jobb forest. Én ezzel a foresttel jobban vibe-olok. Hát ez tényleg a te szinten. Csak az, hogy csalás az egész. Na, zeneváltás, te jössz? Ami milyen ruha van ezen a palin? Van ruha. Az nem egy ilyen haspóló, az a teste. Elfejtetted lőni. Elmondod a figyelmemet, itt a izét, fitcheket akartál nyomni egy békán. De az ruha? Nem, az a bele, bazd meg. Nem, van rajta ilyen kötél az oldalán, nem látod ott? Az a bele? Szomó. Vigyázz, harap. Igen, a golyó, a golyó harap. Őszintén én már búcsút mondtam annak az 1 eurónak. Majd lesz másik. Olcsó volt, mint egy kiló kenyér. Na. Ez a... Te hogy nem bírsz átugrani? Nem, most éppen társadalom kritikán gondolkoztam. Tehát ez a játék egy tökéletes társadalom kritika, belegondolsz. Egy kibaszott békás játék olcsóbb, mint a kenyér. Hát, hogy. Ez a béka olcsóbban adta át nekünk a világát és annak mindenét. Ugar. Hallod, addig full HP vagy. Ne most ronsd el! Le! Hova le? Miről beszélsz? Fake info. Félek. Féltelek. Oh, úristen, mit csinálsz? Átugrom! Mi a f... Az még nem volt. Új, azt mutattam. Hallod? Kezdem érteni, hogy miért adja fel mindenki. De milyen jól érkezett, tudod, mint amikor így sorozatokban így ilyen eltúlzott érkezés. Hát, vazeg. Ennyi volt a HP-nk. Ripro hitrán. Hallod, ezt valaki végigvitte már. Mikor lesz ez a pont, hogy picit megállunk gondolkodni? Nem most, hanem ott ugye a pályánál. Tehát olyan szép a pálya. Egy házikó. Tehát civilizáció nyomait mutatja. Hát mi vagyunk az utolsó értelmes emberi lény? Egy emberi? Hát, egy béka lény. Mondom, mi vagyunk az utolsó faj fennmaradó. Meg a takony. Hát a takony azok az eldeformált testvéreink amúgy. A takony az ilyen ellenfél. Ez egy deep lore. Nem, egyébként. A takony az igazából egy ilyen örök rivalizálás, hogy csak egy zöld maradhat. Ennyi rasszizmust vélek felfedezni ebben a játékban. Hát, doktornő. Most nem tudunk pisilni, nem tudunk kakilni. Szoktak az anyukák, így a, mit tudom én, olyan 4 éves kisgyerek meg magukról téper egyben beszélni, hogy hát most nem megy nekünk a pisikélés. De kedvenc válasz... És kaját elrontotta. Ne, átmentem ilyen néma módba, akkor szoktam mindig át módba lépni. Malenát is fókuszba lőttem le. Lőttem le? Én jövök. Jaj, koncentráljak. Elfáradt a bal kezem. Mi van? Elnevezhetem a békát rólad? Mi nevezed el rólam a békát? Nem tudom, legyen a neve Martin. Úgy is szereted, hogy a Martinnak hívnak. És akkor az jobb lesz neked? Aha. Explain to me why. Fokkal lelkesebben fogok meghalni, nem tudom. De kedves. Ott pazarlom a muníciónkat. Mire lehet referencia az a takony? Hát... Jaj. Ha béka Martin, akkor én vagyok a takony. Nem én akartam kimondani, de hasonlóra gondoltam. Jó, na, milyen érzés? Milyen érzés? Egy HP-d van, gondolj át minden mozdulatod. Ha innen átadom, mit szólsz? Miért én? Ezt neked kell megvinni. Ne! Nincs innen, rossd el! Vagy legalábbis ne direkt. Nem tudom, te olyan golyósnak tűnsz. Timber. Bazd meg, ez kínzás, mi a fasz? Akarsz róla beszélni? Hol kezdődött? Egy nap felkeltél és béka lettél, igaz? Ezt beszéltük a múltkori alkalomkor. Folytasd, Martin. Ezek a taknyok még mindig itt vannak velünk ebben a szobában. Menő! Let's go! Sziasztok! Én azt mondom, mehet a batás. Basszuk meg ezeket. Hogy tudsz egy mentális breakdown után így felépülni?
Én mondtam, hogy felépültem. Ugyanolyan sérült vagyok. Nem lesz szükségünk arra a HP-re? Nyilván nem. Már a pályafelem be van memorizálva. Mintha a bossnak az első féze meg lenne körülbelül. Na. Én jövök. Vesd be a Gamer Girl eredet, erődet. Oké. Based. Csak az több. Ne! Esküszöm, Getting Over It elbújhat. Ez a játék esküszöm, mintha mokkolna minket olyan hangzással, nem tudom. Új, no joke. Ezzel többet játszunk lassan, mint a Forest-tel játszott-e. És jobban is élvezem. Itt a baj. Mert neked is fáj, azért. Jó, megosztik a fájdalom, amit jobban élvezed. Persze. No szemüveg rám. Szemüveg nélkül. És ilyenkor, ha egy játék egyedül a lelkemmel. Nem hiszem el, az meg a kibaszott McDonald's game fog ki rajtam. Hallod, ez már nem Tesco-s horror játék, ez megisugé. Hallod, új sorozat, tessék. Az a játék is szemét. És ki fog rajtad? És miért nézel rám közben? Nem tudom, ki találta ezt a szemetet. Hát, Forrest. Könyörögte, hogy vegye meg a Forrestet. Én megtettem minden tőlem telhetőt. Ahogy most is meg fogom tenni. A végén ne fuss túl. Félek. Nem merek mozdulni. Anyu. Tűk is ilyen boss arena feelingje van ennek. Csend, az még rossz. Bazeg, látom a golyót. Ne! Csak a golyót ne. Ne, ne. Úristen. Anyu. Ha! Megérdemeltem. Nem ez a játék, tudod mi? Mi? Tipikusan az a szar lehetetlen. Engem a... kétségbeesésed motivál. Az a 59 cent az nem a játékára volt. A játékárat most fizetjük meg igazán. Hallod? At this point videó az arra fog szólni, hogy... gameplay gone wrong. A végén már mindkettünk ilyen mental breakdown környékén van. Ez a rage-erős izé, hogy mondjam, ez a nem hagyom magam szituáció, meg ez a búskomor feladtam szituáció. Két véglet. Hallod, én fizettem ezért szarért, tehát hát akkor most fogom vagy, feladni. Én meg már feladtam, hogy az isteneimben a küzdelmet. Ok. Ok. Több óram lesz ebben a szarban, mint a Forrestben. De a tiédben is. Te Forrestedben is. Egyszer csak azon kapod magad, tényleg ilyen 110 órán van ebben a szarban. Nagyon mednek kínálnod ahhoz. Azt mondod? Kevin McLeod sincs már velünk. Hát, hogy bármikor visszahozhatjuk. Jó, ja, ne, nem akarom visszahozni. És már meg volt a kimenője. Szerintem ő is már hazament. Már nem az koncertet. Hmm. És mi majd, ez is ilyen elátkozott játék? Hogy? Ilyen Sonic.exe. Nem így van. Nem a Sonic-kal van Sonic.exe. De mit csinál a Sonic.exe? Nem tudom. Hát ez az. Mit csinálhat vagy és ez creepypasta? A... Forest Adventures.exe. Nem tudj fel, hogy folyamatosan egyre jobban mosolyog ez a béka. Most, hogy így mondod. Bár nekem azt tűnt. Báj. Bassza meg ez a játék. Elhitted. Folytatjuk. Kurva anyjátenek a szarnak.